Versenytárgyaláson választják ki a Marosvásárhelyi parkolási szolgáltatást biztosító céget, de a folyamat még sokáig elhúzódhat. Minden jel szerint augusztusig még ingyenesen lehet parkolni a megyeközpontban. A Marosvásárhelyi önkormányzat versenytárgyalást ír ki a parkolási szolgáltatásra. A licitnek van egy kitétele is, az a vállalat jelentkezhet, aki hajlandó évente 1.072.000 lejt fizetni a városnak, 20%-kal többet, mint korábban. Ez konkrétan parkolóhelyenként az eddigi évi 201 lej helyett 241 lejt jelent a szolgáltatónak. A versenytárgyalás győztese köteles lesz új parkolóhelyeket is létrehozni. Úgy vélem, hogy a polgármesteri hivatal végrehajtó testületének 2-3 hónapba telik az összes intézkedést megtenni, a licitet a honlapon is meghirdetjük, és várjuk az érdeklődőket, hogy átvehessék a Marosvásárhelyi parkolási szolgáltatást. A megyeközponti önkormányzati képviselők egyébként 3 változatból választhattak a város parkolóinak az ügykezelése kapcsán. Létrehoznak egy szakosztályt és rábízzák a szolgáltatást, magántőke bevonásával hoznak létre egy szolgáltatót, vagy versenytárgyalást írnak ki. Ez a változat a leghosszabb, úgyhogy azok a nézők, akik aggódnak, hogy hamarosan fizetni kell a parkolási Marosvásárhelyen, nem kell aggódjanak, ugyanis meg kell írni a feladatfizetet, a tanács jóvá kell hagyja, hogy le kell bonyolítani a közbeszedési eljárást. A szolgáltatás gyakorlatilag leghamarabb augusztusban indulhat be. Marosvásárhelyen egyébként január 20-án járt le a Városháza és a parkolók ügykezelését biztosító cég közötti szerződés, azóta nem kell fizetni a közterületen való parkolásért.